Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési színhelyén meghirdette a 2023-2024-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karona helyi versenyt a magyar és alkalmazott nyelvészeti tanszék rendezte meg az egyetem Boldogasszony sugárú épületében. Az anyanyelv nemzet összetartó erő, mint a himnusz, mint a lobogó, mint a sportversenyek, ahol az emberek örülnek egymásnak. Abszolút hozzátartozik egy nemzetnek az identitásához, tehát gondoljunk abba bele, hogy egy nyelvben mennyire benne rejtezik maga a nép. Mondok rá egy példát tanár lévén. Ugye az angolban, hogyha azt akarom mondani, hogy nővérem vagy húgom, mit fog mondani? Sister. Hogyha nagyon pontosítani akar, akkor hozzáteszi, hogy older vagy younger. A magyarban külön szó fejezi ki, hogy idősebb nőtestvér, nővér, fiatalabb nőtestvér, húg. Tehát ebben például benne van az, hogy a magyarnak mennyire fontos az, ahogy a rokoni kapcsolatokat kifejezze. Személyes szinten szintén az identitásunkhoz tartozik, hiszen annak ellenére, hogy egy közös kincsből, a magyar nyelvnek a grammatikájából és a szókészletéből válogatok, az mégis egyéni. Csak rám jellemző. Az, hogy én hogyan használom a nyelvet, olyan, mint az új lenyomat. Ugyanúgy meghatároz engem. Pedagógus képző intézmény lévén nagyon fontos az, hogy a leendő tanárok, tanítók jól ismerjék, jól használják, szépen használják az anyanyelvünket, hiszen mintát adnak a gyerekek számára. Tehát minden szempontból fontos, hogy gondozzuk az anyanyelvünket, büszkék legyünk rá, és ne engedjük elvenni tőlünk. A versenyen résztvevőknek először egy szabadon választott művet kellett előadniuk, amelynek bele kellett férnie 3 percbe. Emellett a kikötés az volt, hogy a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű, vagy annak valamely részlete legyen. Ezután egy kötelezően megadott szöveget kellett felolvasniuk. A teljesítmény értékelésének legfőbb szempontjai többek között a jó szövegértés, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése, a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, a megfelelő hangsúlyozás, a szünettartás, a beszédtempó, valamint a hangerő illő alkalmazása voltak. A műfordító feladata mégiscsak az, hogy költészetet hozzon létre. Persze se jobbat, se rosszabbat, se más, mint az eredeti. Képtelenség ez, amit minden nap gyakorlunk. Hát még ha hozzászámítjuk azt a lehetetlen, csakis magyar követelményt, amit az úgynevezett formahűség jelent. Hogy ez a követelmény egyáltalán létrejöhetett, annak legfőbb oka nyilván maga a magyar nyelv volt. A magyar nyelv elszigetelt. A magyar nyelv világirodalmi halál. Magyar nyelven verset írni gályarapság. A magyar nyelv költészetre kivételesen alkalmas. Hadd támogassam meg ezt a merész meggyőződést egy egyszerű okkal, a magyar nyelv formai versenési lehetőségeivel. Hadd mondjuk el újra meg újra ritmikai rendszereink külön-külön meg egymásra hatásokban olyan versenési bőséget hoznak létre, ami másik Európában nem található. Ami pedig a magyar nyelvet illeti, az európai, tehát indoeurópai nyelvek 20. századi jogosult rémundora, csak részben érvényes a mi egészen más szerkezetű nyelvünkre. Nem, még egyáltalán nem játszottunk le mindent, amit a magyar nyelvkottá jelölnek. Ha az anyanyelvünkről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy fiatal anyagyermekei vagyunk. Tudom, hogy mindez nem elég. Tudom, ami a tolmácsolást illeti, hogy a formai különbség így is közmegegyezésen alakuló paradox követelmény marad, költészetről pedig módon van volt megtanulni, hogy a lehetőség nem megvalósulás. Küzdködtem, mint minden fordító a magánhangzó illeszkedés tűrhetetlen monotóniájával, tisztában vagyok az A hang nyersességével, az E vonalával. Tél éjszakákat tűröttem a ragozó nyelv átkos, hosszú szavain, néha még álmomból is fölvert egy-egy ilyen érz, mint természet szeretet vagy kulcsárolhatatlansága. Mégsem tudom elfelejteni a kamaszkorom pedig túlzárva átkötetett,
a kicsi, barna bőrbe kötött örökvirágokat és a többit, amit ugyanúgy szerettem, mint az eredeti magyar verset. Az pedig, hogy a fordított vers ugyanolyan élmény lehet, mint az eredeti, valami módon mégiscsak a műfordító igazolása és a magyar nyelv tiltala. Szeretem a magyar nyelvet. Amikor ezt leírom, nem riaszt meg zsid intelme, amit olvasóinak cégzett. Örülök, ha értenek, de könyörgöm, ne értsenek meg olyan gyorsan. Nem értettem meg túlságosan gyorsan az anyanyelvemet. Valószínűleg most értem eléggé. De szeretem, mint az élet feltételeit. Szeretem nem felejtő kamaszmódra, és szeretem egy edzett műfordító konyar megfotolásaival. És szeretném, ha mások is szeretnék. Az idei évben egy izgalmas klasszikust választotta ki a zsűri kötelezően megadott szövegként. Ezúttal egy Örkény István egyperces-t választottunk számukra, amely nem leírás, hanem párbeszédes részek is vannak benne, ami azért nagyon jó, mert színesebbé teszi a felolvasást, tehát meg kell jeleníteni szereplőket, és minden szereplőt másként és másként kell megmutatni a felolvasással. A minden évben megrendezett Szép Magyar Beszéd verseny jelentős pillére a magyar anyanyelvű beszéd ápolásának, hagyományai őrzésének és nemzeti identitásunk erősítésének. Emellett pedig kiváló kezdeményezés, hiszen a verseny keretein belül bárki kipróbálhatja magát, a kiemelkedő teljesítményű résztvevőket pedig díjazásban részesítik. Az idei mezőny dobogósai Majoros Péter, Bartók Angéla és Kovács Kamilla lettek.